következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a téma, a Szeged Televízió hírháttér műsora. Örülök, hogy ma is velünk tartanak, és azonnal mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk. Felélhetjük a jövőnket annak érdekében, hogy pörögjön az építőipar. Nagyjából így foglalható össze a kormányzati terv, miszerint lakásfelújításra és vásárlásra is használható lenne az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás. Árgyalán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével beszélgetünk. Évek óta tart házkutatásokat egy szentesi családnál a rendőrség. Páger Krisztináékhoz hajnalban szirénázva érkeznek a rendőrök és keresnek náluk például drogot. A nő most beperelte a Csongrád család vármegyei rendőrfőkapitányságot. Az ügy szövevényes szálairól maga az érintett beszél nekünk. 4 új járművel bővült a Szegedi Közlekedési Kft. Trolli flottája. A 800 millió forintos beruházásból 232 millió forint az önkormányzati önrész. Vendégünk a stúdióban Nagy Sándor, városfejlesztésért felelős alpolgármester. Most egy rendkívül furcsa és szokatlan történet következik. Egy szentesi családot évek óta vegzál a rendőrség. Többször tartottak például náluk jogtalanul házkutatást, állítja az anyuka. Illetve elmondása szerint egy nyomozati bírói végzés is nekik ad igazat a kérdésben. Most jöjjön a történet, utána pedig magával az érintettel beszélgetünk. Ide álltak az autónkhoz, ugye, és ugye ott szirénáztak. Évek óta vegzál a rendőrség egy szentesi családot. Állítások szerint 3 éve folyamatosan zaklatják őket ismeretlen személy által beküldött levelek miatt. Ez szerint az volt a gyanú, hogy Páger Krisztina és családja kábítószer termeszt, kereskedik, fogyaszt és tart az otthonában. 3 alkalommal jött ki hozzánk a rendőrség házkutatásra, nem is értettük az okot, hogy miért, 3-szor szirénázva. Volt egy alkalom, amikor a férjemet a munkahelyéről több vevő szemelátára vitték el vizeletvizsgálatra a rendőrök. Egy alkalommal sem nyert bizonyítást, illetve nem alaptalannak bizonyultak az eljárások, sőt, igazából attól, hogy mi nagyon méltatlannak is éreztük, még egy nyomozati bírói végzésünk is van, hogy mindegyik alkalommal törvénytelenül járt el a rendőrség. Ezek mellett Páger Krisztina szerint az ügyészségi és bírósági dokumentumokból az is kiolvasható, hogy az első 2 házkutatás között lehallgatták és követték is a családot. Ezek a házkutatások és a rendőrségi ügy annyira felforgatta a hétköznapjaikat, hogy a kereskedelemmel foglalkozó család még a boltját sem merte kinyitni. A nagyobbik fiúk pedig még az egyetemen is passzivát adta magát az utazás veszélyessége miatt. Az embernek a becsületébe gázolnak, egy átlagos 3 gyerekes család vagyunk. Én azért a gyermekeimnek szeretnék példát mutatni, hogy mindent megteszek, és ezzel súlyosan károsítottak bennünket erkölcsi alapon is. Pont emiatt a család megpróbálta megvédeni az igazukat, de a panaszt mind a szentesi, mind a szegedi ügyészség elutasította. Ezután érkezett a nyomozati bírói végzés, ami már nekik adott igazat. Ez alapján törvénytelenül járt el mindhárom házkutatás alkalmával a szentesi rendőrség, de még az ügyészség is. E bírói határozat alapján tudtak egy személyiségi jogi pert indítani a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság ellen. Kerestük az ügyben az alperesnek számító rendőrséget is. Válaszlevelükben azt írták, hogy nem áll módukban nyilatkozni, hiszen még jelenleg is folyamatban van a bírósági eljárás. Páger Krisztinának és családjának peres szerda reggel kezdődött Szegeden, ahol több mint 11 óra hosszat tartott a tárgyalás összesen 10 tanú kihallgatásával. A per december 10-én folytatódik majd. A szentesi 3 gyermekes édesanyja szeretne bízni az igazságszolgáltatásban, és az a legfőbb célja, hogy a rendőrség bocsánatot kérjen tőlük az igazságtalan meghurcoltatások miatt. Most pedig nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen maga Páger Krisztina, itt a vendégünk a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok.
Hát még mielőtt az ügy részleteiben megpróbálnánk elmélyedni, hogyha valaki látta ezt az összeállításunkat az előző percekben, hogy kiszállódnak ez a rendőrség, szirénázva, házkutatást tartanak többször is egyébként, ugye úgy, hogy ott vannak a gyerekek. Már az első házkutatásnál sem találnak semmi olyat, ami indokolná a többi kiszállásukat, és ilyenkor az emberben szerintem egyetlen egy kérdés motoszkál, vagy inkább dübörög, azt mondom a fejében, hogy miért? Miért kezden el valakit ok nélkül vegzálni a rendőrség? Igen, engem is megkerestek ezzel kapcsolatban, mivel hogy ugye nem lehet mindenki az oda menni magyarázkodni. Nyilván ez volt a probléma, hogy a szomszédainak sem tudtam megmagyarázni. De feltételezésem, véleményem szerint azért kerülhetünk ebbe a sírelmes helyzetbe, mert már a kezdetektől szószólója voltam egy kollektív érdek sérelemnek, ami a vízilabda klubnál alakult ki, főképpen anyagi téren, és ez egy 9 éves Fidesz vezetés alatt történt. Hát ugye nyilván itt szálkává válhattam a jelenlegi rendszernek, és itt ugye folyamatban lévő ügyek derültek ki, ami szemet szúrhatott azoknak, akik esetleg, akiknek van takargatni valójuk. Jó, menjünk pontra, és nyilvánvalóan annyit mond el, hiszen ugye jogi kérdéseknek mindig nagyon kell vigyázni, tehát ön tudja, hogy mennyit mond el, én csak kérdezek. Tehát magyarul adott egy vízilabda klub, ahol pénzügyi visszaélés gyanúja merült fel, nem tudom, van-e indult-e nyomozás, van-e vádemelés, hol tart az ügy, csak hogy ez teljesen tisztázott legyen. Kiderült, hogy évekkel ezelőtt történt már, indult eljárás, nem is egy számos eljárás indult a vízilabda klubbal szemben, amire ugye fény derült, de ez szinte már elévülésig húzódott. Amikor mi odaértünk, akkor úgymond fel tudtuk ezt frissíteni, és ugye ez volt a legnagyobb probléma, hiszen már majdnem elévültek ezek a dolgok, viszont a probléma nem változott, illetve nem került megoldásra. Így vádemelés is történt ez ügyben már, azt gondolom. Vádemelés van ez ügyben. Ki volt ekkor, amikor ezek a cselekmények történtek, a vízilabda klubnak az elnöke? Amiről a feljelentés szólt, tehát maga annak az alapja, akkor egy Budosó nevezettű képviselő volt, de amikor maga az egész történt, akkor már más volt az elnök, tehát elnökváltás történt közben. Tehát pont azért került leváltásra az akkori elnök, mert nem volt megfelelő, ugye a TAO, a gyerekeknek az ellátása nem volt megfelelő. Tehát itt csak annyi, hogy TAO pénzek felhasználásáról van szó, hogy jogszerűen történtek a TAO pénzek felhasználásai? Ez a gyanú tárgya, vagy akkor most már azt mondja, hogy vád tárgya? Hát igazából annak a nyomozásnak a tárgya igen erről szól. Tehát, tehát ebben az ügyben itt tartunk. Igen. Ugye azért kezdtünk el erről beszélni, csak hogy visszamenjünk az eredőhöz, hogy én kérdeztem öntől, hogy a rendőrség, hát most engem nem tudom, nem megzárt például, hogy miért, elnézést, hogy tehát nyilvánvalóan nem akarom elviccelni a dolgot. Tehát, hogy a rendőrség miért megzárja önt, és ön erre mondta azt. Tehát ez azt jelenti, hogy ön arra gyanakszik, és azért ez egy nagyon erős összefonódás szervezetek között, tehát egy vízilabda klub, fideszes kötődésű elnöke és a rendőrség között ön azt feltételezi, hogy lehet olyan összefonódás, hogy bármire utasíthatja, kérheti ez az úriember a rendőrséget? Mert ez egy nagyon erős felvetés. Természetesen nem tehetem meg. Tehát nyilván ezek után történtek ezek a dolgok, tehát még párhuzamot sem merek így nyilván vonni. Éppen ezért indultottunk egy eljárást, hogy ez bebizonyosodjon, tehát én azért nem bocsátkoznék ilyenekbe. Nyilvánosan nem vádolok meg senkit. Viszont ezek után kezdődtek ezek a dolgok. Én nem mondanám ezt, én rábíznám az igazságszolgáltatást, én még mindig bízok benne, hogy kiderítik, hogy ez honnan is eredt valójában. De most ugye akkor jelen pillanatban a rendőrség és önök perben állnak. Igen, ez a három házkutatás alkalmával ugye, amikor kijöttek, egyiket sem volt megalapozott, tehát azt már bebizonyítottuk egy bírói végzéssel, és ez alapján elindíthatunk egy pert, amiben igen, én vagyok a felperes és a férjem. A Csongor-Ácsalád megyei rendőrfőkapitánysággal szemben. Önök indítottak pert rendőrkapitánysággal szemben, nem túl gyakori. Igen.
ez nem túl gyakori dolog, csak hogy minden, amennyire lehet egyértelmű legyen. Itt van a kezünkben egy végzés, amit volt ilyen kedves, ugyan, és elhozott nekünk, illetve korábban is bemutatta a riporter kollégámnak, és akkor itt ugye a nyomozási bíró azt írja, kiemelem a lényeget, hogy egy ismeretlen személy feljelentése, amennyiben egyéb bűnügyi információk alapján került sor, és azon iratok között sem található semmilyen egyéb adat, amely ezen feltevést megalapozta volna. Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy tévedett az ügyészség, amikor a lefoglalást elrendelő határozatot törvényesnek nyilvánította, egyszerűsítsük le, tehát a nyomozási bíró azt mondja ki, hogy nem voltak jogosak ezek a nyomozati cselekmények, amelyeket a rendőrség elvégzett? Hát igen, törvénytelen, igen, határozatok alapján követték el, igen. De ennek ellenére, hogy ezt egyszer kimondták, az ügy megy még tovább, mert ez nem egy jogerős döntés. Megy igazából, ez egy személyiségi jogi per, aminek az érdekesség, hogy valójában olyan, mintha még egyszer kellene, hogy bizonyítsák, tehát arra irányul, hogy ők arra éreznek kényszert, hogy bizonyítsák, hogy mégis törvényesen jártak el, szinte tudomást sem véve erről a bírói végzésről, tehát egészen érdekes ez a per. Tehát most ismét azon megy a vita, hogy törvényesen jártak el, holott ez már egy megállapított tény, de hát majd reménykedem benne, hogy a bizonyításnál azért szerencsével járunk, illetve be tudjuk bizonyítani, hogy nem ez a per tárgya. Törvényes vagy törvénytelen eljárás, ugye a legvégén ki fog azért derülni, bár most is van már a kezünkben ugye olyan döntés, amely azt mondja, hogy nem volt jogszerű ez az eljárás. És akkor mit értünk eljárás alatt? Egy átlagember annyira nehezen tudja elképzelni, hogy milyen megélnem azt, amikor mondjuk megáll egy szirén az autó a házam előtt. Miket kellett átélniük, ha erről egy kicsit mesélne nekem? Hát az első alkalommal mi szezonális kereskedői tevékenységet folytatunk a városunkban, nagy ismerettséggel rendelkezünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy fenyőfa, egy karácsony milyen központi szerepet játszik az ember életében, akkor biztos tudja, hogy aki árulja, évek óta visszajár, tehát szinte az egész várost ismeri a férjem és a cége, vagy igen, a vállalkozás, így nagyon nagy ismerettségünk van. És volt olyan, hogy onnan vitték el rendőrautóval a fenyőfárulás kellős közepéből, például a vizeletvizsgálatra egy olyan helyre, egy kisvárosban, ahol az összes ott lévő egészségügyi alkalmazott is törzsvendég, tehát ez egy férfiasságában is megalázó cselekmény volt. Majd mindezek után kimentek a gyermekeinkhez, akik mi vagy közös munkát végeztünk, a fiamra voltak bízva, a nagyobbikra, akkor a kislányom 3 éves volt. Én próbáltam a rendőrnek szólni, hogy úgy csinálják, hogy kiskorú gyermekeim vannak otthon, akit nem bírok megvigasztalni, tehát természetesen ez is tagadásra került egyébként, de hát ezt most hát, hogy nem. És nagyon-nagyon szörnyű, hiszen én ott voltam a munkahelyemen, a gyermekeim otthon sírtak, hiszen azért a rendőrök erőszakos fellépése azért az megrémisztette őket. Tehát mit jelent, hogy a rendőrök erőszakos fellépése? Hát őket azért nem szíves, tehát beengedi az ember nyilvánvalóan, mert a rendőrséggel együtt kell működni, tehát az nem lehet, hogy nem megengedjük. Ezért kérdezem az erőszakot, mert történt erőszak, vagy az nem? Az erőszak csak maga nem történt meg, de nyilván nem önszántukban engedtük be őket, tehát azért az nagyon megalázza az embernek. Hát a presszió, az más, igen, nyilván, mint persze, az erőszak, de persze értem, pláne kis gyerekek. Igen, bíztunk igazából bennük, hiszen ők is a törzsvásárlóink voltak, akik az elsőnél jöttek ki, tehát egész kellemetlen helyzet volt. A másodiknál sokkal rosszabb volt, mert a szirénázva jöttek ki a rendőrök, egy ilyen rabszállító autószerűvel, egy kis lakóközösségbe, ahol az összes szomszéd szerintem kinézett. Én például bent hallgattam, hogy mi lehet ez a zaj. Majd hívott a szomszédnőm, hogy előttünk szirénázik az autó, és hogy mi történt. Tehát hozzá kell tennem, hogy a férjem egész nagy utat tesz meg például Eperért, Lajos Mizsé és Szentes között, és én egyből elsírtam magam, hogy biztosan történhetett valami vele az út közben. Halálos balesetnél szoktak jönni a rendőrök, tehát hogy igazából elképesztő, amit átértem, amíg kimentem, és senki, ráadásul még államvizsgára is készültem, tehát teljesen nagyon-nagyon megviselt a dolog. Tehát maga ez, hogy halál, tehát azt gondoltam, hogy a férjem az úton halálos balesetet szenvedett, innen kezdődik. Tehát meg se gondoltam, hogy másért jöhetnek hozzánk.
Ugye ez nagyon, nagyon rossz volt. Nyilvánvalóan önmagában rettenetesen nehéz lehetett megélni. Igen. És akkor plusz ugye az, amit elmesélt a kolléganőmnek is, hogy itt a rendőri indoklás, nem tudom pontosan milyen jogi szakifejezést használjunk, az az, hogy önök kábítószert igen. termesztenek, fogyasztanak, igen. tartanak. Igen. Igen. Kereskedünk is vele, igen. Bármit igen. találtak önöknél? Nem, soha semmit. Sőt, lehallgatásba is kerültünk, ott sem került, tehát fél éven keresztül lehallgattak minket, tehát semmilyen bizonyítást nem nyert, semmilyen okot nem találtak. Például ez volt februárban, és áprilisban akkor is kijöttek egy házkutatásra, majd 5 hónap múlva ismét egy másik házkutatásra. Ami alatt a gyermekeim nyilván sírtak, főleg ugye a kislányom, de hát a kisfiam is, tehát hogy igazából nem tudom megmagyarázni, hogy anyáikhoz miért jönnek ki 3 alkalommal. Uh-huh. Tehát igyekeztem elmondani a tévedés, de azért már a kisfiam is megkérdezte, hogy mit csináltunk, anya? Tehát ez a legnehezebb része, amiért ezt a személyiségi jogi pert is indítottam, hogy erkölcsileg károsoltunk, a gyermekeim előtti bizalmat veszítettem el, úgymond. Ezt senkinek nem tudom elmondani, hogy 3-szeri alkalom véletlenszerű, mert az már a rendőrségnek is, tehát ilyen nem nagyon hallott az ember. Ugye a személyiségi jogi per indult a rendőrség ellen. Tehát ennek mondjuk az lehet a végső következménye, hogy kimondják, hogy a rendőrség jogtalanul bánt el önök ezeknél a nyomozati cselekményeknél. Ez lehet egyszer egy kifutása az ügynek. Az már megállapításra került, bocsánat, ezzel a törvényi határozattal, amit ugye nyilvánvalóan most nincs figyelembe véve, nem tudjuk miért, tehát mint hogyha nem is létezne, kezdjük előről ott a dolgot, tehát 11 óráig húzódott ez a tárgyalás. Igazából ebben a pernek az lenne az alapja, hogy ők elismerjék, illetve én be tudjam bizonyítani, hogy milyen sérelemért, hogy én nekem ez nehezményeztem ezeket az eljárásokat ok nélkül, indok nélkül, főleg úgy, hogy 5 hónapon belül akár 2-szer is. És a kis lakókörnyezetemben nem csöngettek be mindenki az, hogy elnézést kérek, tévedést történt. És ugye itt az egy dolog, hogy a rendőrség hogyan járt el önökkel szemben, és ez önök számára mit okozott. Arra egyáltalán elvi esélyük van, feltévés nem megengedve, semmit nem állítok. De ha valakinek a nyomására, kérésére csinálta ezt a rendőrség, az ugye olyan szinten összeférhetetlen, hogy hát ez teljesen egyértelmű, hogy olyan nincs, hogy egy kvázi magánember utasítja a rendőrséget, hogy valaki ellen csináljanak valamit. Hogy ezen az úton el tudtak egyáltalán indulni, el akar-e, van-e bármi esélye, hogyha így van, be tudja bizonyítani, tehát ezen az úton tudnak-e tovább menni? Elvégben a rendőrség megnyugtatott, hogy valamint hát nyilván ezt meg is állapították, hogy egy kézzel írott ismeretlen által írt tehát levél alapján nem indulhatna ilyen mondjuk egy házkutatás sem, de azt mondták, hogy minden esetben nyomon követhető a feljelentő. Tehát én abban bízok, hogyha ezt a perben megállapításra kerül a sérelmünk valódi léte, egyáltalán ismerik, hogy ez nekünk rosszul eshetett, vagy a gyermekeimnek, akkor ki tudjuk deríteni, hogy ki volt az, aki 3 alkalommal, aki miatt valójában elszenvedtük, mert az egy hamis vád. De bocsánat, a rendőrség önmaga fogja vizsgálni, hogy őt kívülről utasíthatta el valaki arra, hogy tegyen valamit? Sajnos nem indult még eljárás ezzel kapcsolatban, ezt nem tudom, hogy ez hogyan fog megtörténni. Tehát önmagát vizsgálna a rendőrség tulajdonképpen, ha úgy nézem. Hát igen, kellene, de valamelyik szervének, mivel hogy ez hatalommal való, nem tudom pontosan meghatározni, de nyilván egy törvénytelenül elkövetett dolgokat nyilván vizsgálnia kellene a rendőrségnek is, igen, szerven belül. Hogyha hatalmi ágak bármilyen fajta szétnem választásáról van szó, tehát nyilvánvalóan, most tényleg nem akarok nagy szavakat használni, de a demokrácia alapjáról beszél. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk van egy egyedi rendkívüli rendőri túlkapás mondjuk, mert egy rendőr éppen nem jó döntést hoz, és megint más dolog az, hogyha utasításra, kérésre, agyusztalásra cselekszik valamit, és ezek rendkívül fontos kérdések, úgyhogy mindenképpen vissza fogunk rátérni, és várjuk vissza, nyilvánvalóan idővel egyre tisztább lesz majd jogilag is az ügy. És még egy dolgot elnézést, csak megkívánja a mindenki felé való tisztesség természetesen azt. Ilyen esetekben, ha nem, szimplán csak egy magánemberrel ülök szemben, akkor ilyenkor ezt nekem el kell mondanom, már az beszélgetésünk elején igazából el kellett volna mondani. Ez az ügy
nagyon régen indult, sokkal korábban, mint ahogy ez történt, de lényeg az, hogy ön majd helyesbítsen, vagy pontosítson, jelenleg ugye a Tisza Párt Szentesi szervezetének tagja, vagy alapítója, tehát ilyen értelemben bizonyos szempontból politikus, mert ha igen, akkor azt nekem ilyenkor jeleznem kell. Igen, ennek ezeknek az atrocitásoknak a hatására csatlakoztam ugye a Tisza párt aktivistái, szimpatizánsai közé, és igen, a Szentesváros koordinátora vagyok, valamint nyilván én voltam a főszervező az országjárásban Péter Szentesi fellépésének is, például a választások előtt, ahol például az a cég, aki most ugye vasárnap ismét megjelentek a rendőrök szirénázva a házunk előtt, mindezek után a perrel farkasszemet nézve, és kézbesítettek egy idézést, amiben mint eljárással a személyke, hogy megjelenjek a bíróságon, ahol a per tárgya igazából rágalmazás. És ezt is szirénázva hozták ki számomra és részemre. Milyen rágalmazás? Mert tehát ön... Pontosítsuk, hogy milyen rágalmazásról van szó. Tényleg bonyolult ez, hogy én igyekszem szétszálozni. Nem tudom pontosan az ügyre vonatkozóan, hogy miről is lehet szó. Azt tudom, hogy a Metalkom indította ellenem. Tehát azt tudni kell, hogy a Metalkomnak az egyik tulajdonosa az a személy, aki indult a polgármester választáson is Szentesen, nyilván nem eredményesen. Valamint ugye egyéb sajtó hírek szerint, ahogy olvastam, maga a cég is NER-hez köthető, valamint hát mindenki tudja, hogy a Honvéd bolt tulajdonosáról is van szó. És ez elég érdekes, tehát inkább tartom ilyen politikai vonatkozásban egy szerencsétlen bosszúállásnak, mint egyéb valódi ügynek. De maga az ügy az jóval korábban indult, mint ahogy bármilyen kapcsolatban lett volna a Tisza párta, sőt, hát még a Tisza párt se volt sehol, nem? Tavaly áprilisban és októberben voltak ezek a kutatások, a Tisza párt az ugye idén indult, de maga az egész politikai vonatkozású szál az ugye megmaradt. Az alapvetően önök elkezdtek kutakodni, meg úgy megnézegetni, hogy mi is volt a TAO pénzekkel, hogyan használták fel, akkor elindult ez a rendőri történet, igen. És akkor azóta pluszban jött az, hogy ön bizonyos mértékben politikai szerepvállalást is tett. És ösztűzben vagyok azóta nyilván mindenféle vonalon, igen. Értem. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Tényleg igyekeztünk mindent, igen. Tehát bonyolult ügyek mindig, amikor jogi ügyekről van szó, mindent minél jobban megvilágítani a nézőknek, és figyelni fogunk az ügyre pont azért, amit mondtam, mert elvi jelentősége van. Egy mondatot mondanék még, ami nagyon-nagyon fontos ez ügyben, és mindenkinek ezt mondom, hogy ne féljünk, mert ebben az ügyben is ez az, ami vezérelt minket, hogy álljunk ki az igazunkért, és tovább is fogok harcolni másokért is. Mi pedig, ahogy ígértem, továbbra is beszámolunk, és mindig minden felett természetesen meg fogunk kérdezni, hiszen az a teljes igazság, amikor mindenki elmondhatja a véleményét, és azt, hogy ő hogyan látja. Köszönöm, hogy itt volt, viszontlátásra. Évi 25 tonna széndioxid kibocsátását lehet megakadályozni csak azzal a 4 önjáró trolibusszal, amely a múlt héten érkezett Szegedre. Ezek akár már 50 kilométert is meg tudnak tenni, anélkül, hogy rácsatlakoznának a felső vezetékre. Szegeden a minél környezetbarátabb közösségi közlekedésre már régóta nagy hangsúlyt fektetnek. Hello Szeged, így köszöntek az új trolibuszok LED kijelzői. A Szegedi Közlekedési Társaság járműparkja 4 új tisztán elektromos trolibusszal gyarapodott. Az önjáró trolikkal 43 millió forintnyi üzemanyagköltséget és 23 millió forintnyi fenntartási költséget spórol meg az SKT. És ha forgalomba állnak, akkor éves szinten 25 tonnával kevesebb széndioxidot bocsát majd Szeged levegőjébe. Az SKT ügyvezető igazgatója elmondta, ez egy több éves projekt lesz. Volt. 2021-ben kötött még támogatási szerződést a Szegedi Közlekedési Társaság 4 önjáró SOR TNS 12-es típusú trolinak a megvásárlására. Ezeket látjuk itt most. Ugye ezek modern, alacsonypadlós, klímás, rámpával felszerelt járművek, amit fontos még megemlíteni, hogy ezek lítium-ionos akkumulátorral szereltek, ezek a trolik. Tehát vezeték alatt is mennek, de ha bármi hiba miatt ki kell jönniük a vezeték alól, akkor 50 km önjárásra képesek.
A buszok beszerzését a Zöld Busz Program és a Humda ZRT támogatta. A program célja az volt, hogy a nagyvárosokban a dízel buszokat tisztán elektromosra vagy teljesen önjáró trolikra cseréljék. Így például az SKT ezzel a programmal 4 dízeles járművet vont ki a forgalomból. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester rámutatott, Szeged számára kiemelten fontos a fenntartható közlekedés, ezért fejlesztik folyamatosan a troli és villamos hálózatot, valamint a kerékpáros és gyalogos útvonalat. Azt látjuk, hogy ez az egyik eszköze annak, hogy a klímaváltozás hatásaival szembeszálljunk, és Szeged szempontjából ez egy különösen érzékeny terület. És valóban ennek vannak eredményei is, hiszen a közösségi közlekedés az utolsó felmérésünkben 2018-ban 36%-os részesedéssel bírt a városon belüli helyváltoztatások tekintetében, ami akkor több volt, mint ahányan Szegeden autóval jártak. A trollik megvásárlásához Szeged önkormányzata 232 millió forint önrész biztosított. Ezen járművekben az inkluzivitás is helyet kapott, tehát rámpával vannak ellátva ezek a járművek a mozgás korlátozott utasok megsegítésére. Fenntarthatóság és inkluzivitás, azt hiszem, hogy kiváló hívószavak, ezért dolgozik a Humda is, és azt is el kell mondanom, hogy ehhez nem csak úgy dolgozunk, hogy szép szavakkal megjelenéssel, 577 millió forint az a Zöld Busz program keretében adott támogatás, amivel tudtunk hozzájárulni az SKT, illetve a város fejlesztéséhez. Az SKT egyébként folyamatosan fejleszti a járműparkját, így például az újonnan beszerzett járművek mellett a régi trolik felújítási programja is zajlik. Most pedig vendégünk a stúdióban Nagy Sándor, városfejlesztésért felelős alpolgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt ugye meglehetősen sok adatot hallhattunk már így elsőre. Összességében véve mennyire állunk mi jól, akár elektromos járművek beszerzése kapcsán, vagy általában véve a környezettudatosabb közösségi közlekedés terén? Én azt gondolom, hogy Szeged az büszke lehet a helyzetére abban az értelemben, hogy ha hátra lépünk egy lépést, akkor is ugye magas a kerékpárosok aránya, még mindig elég magas a közösségi közlekedést használók aránya is Szegeden. Ugye a említett felmérésben is még az derült ki, hogy többen használtak közösségi közlekedést, mint ahányan autóval jártak, és hát a közösségi közlekedésen belül most már úgy gondolom, hogy állíthatjuk, hogy 50%-nál magasabb az elektromos járművel közlekedők aránya, hiszen nem csak a trolik és villamosok vannak Szegeden, hanem van már 8 elektromos busz is a buszflottában, tehát ma nagyobb az esély annak, hogy valaki elektromos közösségi közlekedési eszközzel fog utazni, mint az, hogy dízelessel. Mi a fontosabb szempont, ha egyáltalán lehet ilyen rangsort felállítani? Az, hogy olcsóbb egyébként az üzemeltetés, hiszen ezzel spórolnak is, vagy az, hogy környezetbarátabb? Összességében a beszerzési költségeket is tekintve egyébként az elektromos tömegközlekedés az még drágább, mint a dízelüzemű. Ezért van az, hogy a világon mindenütt a központi kormányzat vagy tartományi kormányzat az támogatja az elektromos közlekedési eszközök beszerzését. Ugye van, ahol nálunknál nagyobb mértékben is, tehát ma román városokban rengeteg új elektromos busszal és új trolibusszal lehet találkozni, ott egy nagyon nagy program fut erre, hogy ezt megvalósítsák. Magyarországon ugye ez szinte egy kivételes eset volt, hogy ezt a 4 trolibuszt pályázatba be tudtuk szerezni, és ehhez kaptunk hozzávetőleg ugye 2/3-os támogatást. Egyébként nagyon elfogyott a közösségi közlekedés fejlesztési támogatása is, hiszen olyan programok, mint a 10-1 néhány évvel ezelőtt a villamos nagy projekt volt, olyanok egyáltalán nincsenek, és elfogyott a működési támogatása is a közösségi közlekedésnek. Ma a döntő részét a helyi közösségi közlekedésnek a város finanszírozza, egy nagyon kicsi részét az utasok, és egy nagyon-nagyon kicsi részét a központi költségvetés. Hát ugye ez a normatív támogatás az az, ami megszólt. Támogatásokról fogunk még mindenképpen egy picit beszélni, csak szeretnék most még itt a környezetbarát tematikánál maradni Szegeden, ugye ez rendkívül fontos bármiről, és beszélünk geotermikus energiával, vagy egyetem bármiről. Ugye itt, amit lehet tudni, az, hogy önmagában véve ez a 4 önjáró trolibusz, ez mínusz 25 tonna szén-dioxid kibocsátást jelent évente. Le tudja ezt nekünk fordítani? Nekem például nem túl sokat mond, hogy ez mennyi. Ugye a riportban is elhangzott, hogy 4 dízelbuszt vált ki
ez a 4 trolibusz, hiszen a Szegedi Közlekedési Társaság is használ időnként dízelbuszokat, ugye látjuk az utcán, hogy pótlásra vagy járatsűrítésre időnként beállnak dízelbuszok is. Ezekkel az új járművekkel erre már nincs szükség, hiszen a önjáró trolli mondjuk egy baleset vagy egy csőtörés esetén ki tudja kerülni ugye a problémás útszakaszt, és nem kell a felső vezeték alatt közlekedjen. Ez egy megtakarítást jelent, ami meg nyilván van pénzügyi része, és van CO megtakarítás része is. És egyébként ugye a fenntarthatósághoz az is hozzátartozik, hogy nem csak széndioxid, hanem szállópor megtakarítás is van azzal, hogy dízelbusz helyett elektromos járművek járnak, és a téli időszakban azért a magyar városoknak is azért a legsúlyosabb problémája az a szállópor. És ugye bármilyen új járműbeszerzésről van szó, gondolom, feltételezem, hogy nem akadálymentesített járművet már nem szerzünk be. Ma már nem, természetesen ma már klímaberendezés nélkül magaspadlós járművet nem szerzünk be. Pont ezért probléma, hogy nincsenek olyan programok, amikben további ilyen járműveket tudnánk beszerezni, hiszen a csuklós flottája is elöregedett a közlekedési társaságnak, ott nagyon nagy szükség volna járműcserékre. Most ugye azt tudta tenni az önkormányzat, hogy 1 milliárd forintot elkülönített egy 3 éves időszakra, és ebben a 3 évben első körben a Skoda Icarus trollikat fogjuk felújítani, amik most már 10 évesek, utána pedig megpróbáljuk, használható állapotban tartani a még régebbi Skoda trollikat, mert azért az utasok nagy részét ezek a csuklós járművek viszik el. Ez az 1 milliárd forint, ugye ön is úgy fogalmazott, hogy megpróbálják életben tartani, ebből lehet érzékelni, hogy 1 milliárd forint ezen a területen azért nem annyira sok, de mégis mennyire tudják a flottát karbantartani, és van-e bármennyi esély új beszerzésre önerőből, vagy az ennyi pénznél egyszerűen elképzelhetetlen? Hát ugye egy ilyen jármű, az körülbelül 200 millió forintba került egy szóló jármű is, tehát azt gondolom a nagyságrendeket ez érzékelteti. A csuklós az nyilván drágább, azért nem igazán valószínű, hogy teljesen új járműből sokat tudnánk beszerezni a közeljövőben. Nyilván ezért van az, hogy a régi járműveket kell alapvetően életben tartani, és megpróbálni megfelelő szolgáltatási színvonalat nyújtani. Na és hogy miért nem lett tízszer ennyi pénz például erre a területre? Hát ehhez nézzünk most egy pár adatot, ami viszont konkrétum. Ugye ön említette a közösségi közlekedés normatív támogatását, ugye, amely gyakorlatilag meg is megszűnt tulajdonképpen 2006 óta. Aztán azért vannak még itt tételek, amik jelentősen nehezebb helyzetben hoztak minden önkormányzatot, így természetesen Szeged önkormányzatát is. Ilyen például a szolidaritási adó néven elhíresült elvonás. Ezt meg is tudjuk mutatni grafikusan, hogy milyen mértékben nőtt ennek az összege. Eléggé látványos. 2020-ban 73 millió forint volt, és 2024-ben pedig 4 milliárd forint. Hú, ezt most lehet, hogy nullákat eltévesztettem. Látható, így van, igen. Hogyan lehet úgy költségvetést készíteni, hogy ilyen mértékben emelkednek évről évre a tételek? Hát nem feltétlenül egyszerű. Most nyilván számolunk azzal, hogy a jövő évben megint növekedni fog. 5 milliárd fölé becsülik előzetesen a kollégák a szolidaritási adó mértékét. Bocsánat, lehet már tudni konkrétumot, akár informálisan? Becsülni szokták még így októberben a kollégák. Nyilván a pontos számok később fognak kijönni. Nyilván egyre nehezebb, tehát nyilván az a normál működés az lenne, hogy minden évben felújítunk 4-5 járművet. Ugye korábban ezt csinálta is az SKT, ennek elfogyott a forrása. Tehát azért kell most már ilyen különleges programokat indítanunk, mert maga a rendszer már nem tartalmazza ezt a lehetőséget. És hát ugye akkor, amikor így növekszik az elvont adóbevétel, nyilván nem csak a közösségi közlekedésre kell költeni, nyilván útfelújításra is kell költeni, nyilván vannak intézményeink, amiknek szintén vannak felújítási, rekonstrukciós igényei, tehát egyre nehezebb összerakni ezt a összerakós játékot. És akkor ugye itt van egy kérdés, hogy akkor ez a bizonyos szolidaritási adó mennyi lesz jövőre, na, és ennél még sokkal-sokkal nagyobb kérdés. Az, hogy mi lesz az iparűzési adóval, ami azért Szeged esetében nem kis össze.
összeg, ezt is meg tudjuk mutatni, hogy hogyan emelkedett 2018 és 2024 között, és hát nyilván van a következő években pedig még megsorozva, vagy megsokszorozva emelkedne ez az iparűzési adó. Pillanatilag a kormányzati tervekről ugye annyit lehet tudni, hogy a többlet növekedést azt elvonnák, utána ugye a gazdagabb települések valamilyen arányban, mértékben, járások szerint szétosztanák a szegényebb települések között, de igazán konkrétumokat nem lehet ugye még tudni. Mire számítanak? Hát nyilván pluszosan nem fogunk kijönni a történetből, tehát nyilván a célja az ennek a javaslatnak, aminek nem ismerik a részleteit, és ezért nehéz nyilatkozni róla, hogy mivel a központi kormányzat nem tud többletforrást juttatni a településeknek, tehát nyilván vannak a Szeged körüli településeknek, mindenhol az országban a járások kisebb településeinek, nyilván vannak jogos fejlesztési igényei, csak a központi kormányzat már nem biztosít ehhez forrásokat, ezért az történik, hogy megkeresik a legnagyobb szereplőt, és akkor attól elvesznek, és szétosztják a járáson belül. Ennek az egyenlegét még nem tudjuk. Nyilván igyekszünk majd a legjobb helyzetet kiharcolni, de azt azért nehéz elképzelni, hogy ebből pluszosan jöjjön ki. Van olyan mérték, amire azt mondja, hogy akceptálható, tehát, hogy igazából a Szeged költségvetéséhez mérten olyan kis összeg, és meg tudnak úgy állapodni, hogy valóban azoknak a pici településeknek az a kis hozzájárulás sokat jelent Szeged számára, meg annyira nem, vagy azért félnek attól, hogy itt azért nagyon komoly kormányzati beleszólás lesz a történetben? Hát nyilván azt láttuk az elmúlt években, hogy még egy ilyen, hogy mondjam, delegált döntéshozatalnál is, mert ugye most itt arról lenne szó, hogy a környező településekkel kellene valamilyen módon egyezkedni, annál is a végén az derül ki, hogy mégse ez történik. Tehát most első körben nyilván az, hogy a környékbeli településekkel kell egyeztetni ezeknek a forrásoknak a felhasználása, amit tőlünk vannak el, az nyilván nem egy ördögtől való történet, nyilván ezen erre látunk lehetőséget, hogy észszerű döntések szülessenek, csak a vége nem ez szokott lenni a történetnek. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy ha láttuk a törvénytervezetet, akkor feltettek tudunk róla véleményt formálni, ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz a kifutása ennek. Város szempontjából alapvető fontosságú, és innentől kezdve a városban élők számára is, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ezzel a történettel. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Jó ötlete hosszú távon felhasználni esetlegesen létező nyugdíj célú megtakarításunkat lakásvásárlásra. Sokak számára lehet ez majd dilemma, miután a kormány jövőre várhatóan lehetővé teszi ezt. Argyelán Józseffel, a Bankmonitor vezető elemzőjével beszélgetünk, hogy valójában mi éri meg jobban. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, üdvözlöm! Itt ugye egy nagyon komplex összetett kérdésről van szó, amit nagyon sok szempontból lehet vizsgálni. Talán nézzük meg az elsőként a legegyszerűbb megközelítést, mert azt gondolom, hogy mindenki azt kezdi el latolgatni esetlegesen, hogy a magán nyugdíj pénztárban tartott pénzének a hozama lesz-e nagyobb X idő alatt, vagy mondjuk az, amit egy lakásfelújítással nagyobb értéke lesz a lakásnak, és hogy a lakások értéke folyamatosan nő, az-e a nagyobb arányú növekedés? Gondolom, hogy ez az elsődleges kérdés, amit majd mindenki elkezd mérlegelni. Hát azok mindenképpen, akik megtakarítási céllal vásárolnának ingatlant, mondjuk ezen összeg felhasználásával. Akik lakhatási céllal vennének ingatlant, azoknak természetesen ez a szempont mondjuk úgy másodlagos lenne. Igen, ez egy fontos kérdés egyébként. Ugye a megtakarítási célú ingatlanok esetében beszélhetünk egy ingatlan érték növekedésről hosszú távon, ami ugye az elmúlt évek alapján láthat, kirajzolódik, hogy az lakásárak emelkednek, illetve fölmerülhet még a kiadásból származó bérleti díj, mint hozam. Ezzel szemben mondjuk a nyugdíjcélú megtakarításnak az ott elérhető hozama áll. Nyilván az, hogy hosszú évek, évtizedek alatt melyik lesz a nagyobb, ezt azért nehéz lehet előre megbecsülni. Ha az utóbbi éveket nézzük, akkor azért egy elképesztő robbanásszerű ingatlan áremelkedés volt. Tehát ha az elmúlt 5-8 évet nézzük, nem tudom pontosan, hogy mennyit hozzak, akkor egy lakásnak biztosan nagyobb mértékben emelkedett az értéke, mint amennyi hozama volt egy magán nyugdíjpénztári befektetésnek, nem?
Ez könnyen elképzelhető, igen, az elmúlt években, mondjuk, sőt mondjuk azt mondom, az elmúlt 10 évben elég dinamikus, jelentős lakásár növekedésről beszélhetünk, viszont lehet, hogy meglepő, de ha mondjuk a magyar részvénypiacra tekintünk, akkor ugyanezen évtized alatt egy hasonló, sőt az ingatlanpiacot meghaladó árfolyam növekedésről, erősödésről beszélhetünk. Tehát azért annyira nem írná le én a nyugdíjpénztárakban elérhető hozamot, különös tekintettel arra, hogy ott ugye még állami adójóváírást is lehet elérni az adott évi befizetések után. Igen, itt egyébként valószínűleg nem csak az én gondolataimban van ez benne, aki így nem néztem utána konkrétan, hogy milyen hozamok voltak, hanem hát azért mennyi ideig hallgattuk azt a kormányzattól, hogy eltőzsdézték a nyugdíjpénzünket, úgyhogy valószínűleg ez még mindig benne van az emberekben egyébként, ez a gondolkodás nem múlik el nyom nélkül. Jó, nézzük akkor most azt, hogy konkrétan mire lehet ezt felhasználni. Ugye alapvetően lehet lakásfelújításra, hitel önrészének a biztosítására és kölcsönszerződés törlesztésére. Ezeket értem. Tehát mindenki érti, hogy ezeket erre lehet felhasználni. Ami számomra egy nagyon nagy kérdés, hogyha minden igaz, ugye, bocsánat, le kell szögeznem, hogy társadalmi vitára bocsátott anyagról van szó, tehát nem elfogadott törvénytervezetről, ez a terv, hogy ilyen lenne. És abban szerepel egy olyan kitétel, hogy az adott lakás a pénztártag, annak házastársa vagy gyermeke legalább részleges tulajdonában álljon, illetve a hitelszerződés ilyen ingatlan megszerzését célozza. Én innentől kezdve viszont nem értem. Kinézek csak úgy egy lakást, és ha én éppen a magánnyugdíj pénztári megtakarításom hozzáadásával azt meg tudnám menni, azt nem mehetem meg, hogyha valamilyen rokonsági kapcsolatban nem állok a tulajdonossal? Jól értem, vagy ez teljes félreértelmezés? Ez félreértés. Uh-huh. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem újíthatom fel bárkinek a lakását nyugdíjpénztárami megtakarításomból. Felújítani, korszerűsíteni, a saját ingatlanomat korszerűsíthetem, a házastársamit, illetve a gyermekeimét modernizálhatom ebből a pénzből. Illetve, hogyha vásárlásról beszélünk, akkor a hitelszerződés alapján nekem, házastársamnak vagy a gyermekemnek tulajdont kell szerezni az adott ingatlanban az adásvételi ügyleten keresztül. Tehát mondjuk úgy, hogy én mondjuk nem finanszírozhatom meg a nagybátyám lakásvásárlását a nyugdíjpénztári megtakarításomnak a felhasználásával, vagy én mondjuk nem finanszírozhatom meg édesanyám ingatlanának a felújítását a nyugdíjpénztári megtakarításom felhasználásával. Ezt így kell érteni, hogy a korlátozás arról szól, hogy az adott ingatlan, amire felhasználnám a megtakarításomat, az én tulajdonomban, vagy mondjuk így a meghatározott rokonság tulajdonába kell, hogy legyen. Igen, köszönöm szépen, mert hogy így valóban picit félreérthető volt, amikor ugye még nem teljes törvény szöveget olvas az ember. Nézzük akkor, mik a gyakorlati realitások ön szerint. Azt mondják a szakemberek, hogy átlagosan 2, maximum 3 millió forint az a nyugdíj megtakarítás, amivel rendelkezik egy ember. Na most, hogy például lakásfelújításra 3 millió forint, abból azért mondjuk már lehet dolgokat csinálni, annak nyilvánvalóan van realitása. De mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy pici a mostani lakásom, és szeretnék egy 10 négyzetméterrel nagyobbat, tehát nem álmodok hatalmasat, csak 10 négyzetméterrel nagyobbat, nézve a piaci árakat, az mondjuk 30 millió forint, ha közben átlagosan 3 millió forint a megtakarítás, tehát mennyire reális az esélye annak, hogy valaki mondjuk egy másik lakást tud venni, egy olyat, ami jobb helyen van, picit nagyobb, nem tudom, valamiért jobban szeretni, abból a pénzből, amit ki tud venni a nyugdíjpénztárából. Ugye valóban az átlagösszeg az 2 millió forint körül van, picit azt meghaladó. Itt azért nagy a szórás, tehát vannak olyan megtakarítók, akiknek érdemben nagyobb összeg van. Nyilván azok is vannak szép számmal, akiknek jóval kevesebb a megtakarításuk ebben az UNP megtakarítási formában. Valóban felújítás korszerűsítésen azért több munkálatra elég lehet ez az összeg. Azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy konkrétan nevesíti ez a javaslat, hogy milyen munkálatokra lehetne fordítani a összeget. Itt ugye főleg energetikai megtakarítást eredményező munkálatok vannak nevesítve, ilyen például a külső nyílászáró csere, a szigetelés, tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, klímaberendezés telepítése cseréje, vagy épp napelem telepítése. Egyébként támogatott, vagy mondjuk úgy elfogadható munkálat az akadálymentesítés egy épületnek, illetve a klasszikus felújítások közül a burkolat csere, burkolás, illetve a konyha berendezés
berendezések, bútoroknak a cseréje, beszerelése támogatott még. Ezek közül azért sok mindenki jöhet. Hogyha a vásárlásra tekintünk, azt valóban el kell ismerjük, hogy ez a 2 millió forint átlagos összeg, ez azért nem lesz elegendő egy lakóingatlan megvásárlására. Viszont elképzelhető, hogy olyan helyzetben van jó pár család, akiknek pont ez a 2 millió forint szükséges ahhoz, hogy mondjuk a szükséges önrész összejöjjön, ami a hitelhez feltétlenül kell, ugye minimum 20% önerő szükségeltetik legalább egy lakásitel felvételéhez. Igen, bocsánat. Nem, semmit, csak tovább akartam fűzni a gondolatot, hogy akkor az ingatlan piacot azért ez felpörgetheti, mondjuk annak meg lesz egy olyan hatása esetlegesen, hogy újabb inflációt generál az ingatlan piacon, és megint elkezdenek emelkedni a lakásárak, mint mondjuk amikor a csok rászabadult a piacra. Igen, mindenképpen, mind a kettő tényező valószínűleg bekövetkezhet. Ugye alapvetően ugye 2 millió forint átlagösszeg nem sok, de mondjuk itt 1 millió tagról beszélünk, tehát összesen 2000 milliárd forint van az ÖNP számlákon. Óvatos becslések szerint olyan 300 milliárd forint mozdulhat meg, ez egy része mehet mondjuk felújításra, egy másik része mondjuk ingatlan vásárlásra. Hogyha itt is óvatosan becslünk, akkor mondjuk olyan 7-10 ezer addicionális plusz adásvételi szerződés jöhet létre mondjuk ezen intézkedés következtében. Hogyha ma az ingatlanpiacra tekintünk, akkor durván havi 10 000 a tranzakció szám, 10 000 ingatlan cserél gazdát. Azért egy hónappal nagyobb piacról beszélünk, egy hónapi plusz kereslet megjelenése, az mindenképpen hatással lehet az ingatlan árakra is, nyilván árfelhajtó hatása. Ha hozzá tekintünk más egyéb kilátásba helyezett intézkedéseket, illetve egyéb eseményeket, mindenképpen azt mondhatjuk, hogy az ingatlanpiacon áremelkedésre, egyes elemzők akár árrobbanás szót is használtak, de hogy áremelkedésre kell számítanunk. És akkor nézzük a másik oldalát, az elvi oldalát. Amennyiben jól lehetett olvasni a kormányzati szereplő részéről, amikor először egyáltalán hallani lehetett erről az ötletről, az egy nyugdíjpénztárakat tömörítő konferencián volt, ahol hát az értető okoknál fogva ők ugye felhördültek ezen a javaslaton, és valóban fel kell tenni azt a kérdést, hogy akkor, amikor hát nagyon jól tudjuk, hogy a nyugdíjrendszerünk az azért, hát senki nem lehet nyugodt, hogy mennyire biztosít majd számára nyugodt, kényelmes nyugdíjas éveket, sőt egyáltalán hogyan fog tudni megélni, hogy akkor nem az lenne a fontosabb, egyébként sem vagyunk nagyon takarékoskodóak, ezt mindjárt megmutatjuk egy grafikonon egyébként, tehát hogy nem jellemző ránk az öngondoskodás, és hogy amit esetleg megszoktunk az elmúlt 10 évben, hogy öngondoskodjunk magunkról, most ugye megkapjuk a lehetőséget, hogy jaj, de jó, felújíthatom a lakásomat, pillanatnyilag örülök neki, de azt hiszem a szakmában talán passzív vagyonnak szokták nevezni a lakást, hogy mondjuk amikor valaki nyugdíjassá válik, az jó, hogyha van egy komfortosabb, szebb, kényelmesebb lakása, de attól még nem lesz havi megélhetése. Tehát ebből a szempontból nézve kormányzat részéről mennyire bölcs döntés ez, vagy mennyire nagy előrelátásra van? Mindenképpen veszélyesnek mondanám. Ugye valóban a magyar nyugdíjkilátások nem túl rózsások, és egyébként nem emelném ki a magyar, tehát hogy nemzetközi trendek alapján, demográfiai trendekre gondolok elsősorban, azért az állami nyugdíj értéke jó esélye idővel csökkenni fog. Ugye egy előregedő társadalomban élünk, gyakorlatilag az aktív korú lakosság befizetéseiből fizetik ki az idősek nyugdíját, minél több idősre meg kell fizetni, annál egyértelműbbé válik az, hogy egyrészt emelni fogják az állami nyugdíjkorhatárt, másrészt értékében csökkenni fog az állami nyugdíjnak a nagysága. Ezt ellensúlyozandó indították el kvázi a különböző egyéb öngondoskodási programokat, ilyen öngondoskodási program maga az önkéntes nyugdíjpénztár is, ami most érintett ezzel a lehetőséggel. Tehát valóban azért egy nagyon fontos hosszú távú céllal szembe megy ez az intézkedés, méghozzá inkább egy rövid távú gazdaságélénkítő, jólétet biztosító ok miatt. Azt azért hozzá kell tennem a őszinteség kedvéért, hogy azért a 2 millió forintos átlag egyenleg, ha belegondolunk, valójában nem jelent érdemi nyugdíjkiegészítést időskorban, hogyha ez mondjuk nem növekedne jelentősen addig. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk egy lakásvásárlásnál sem érdemi segítséget, bár mind a két esetben előfordulhat, hogy pont ez az összeg játszhat. Igen, ez is igaz, persze. Nagyon gyorsan zárásként, mert egészen megdöbbentő az összehasonlítás. Eurostat adatai alapján
mutatunk egy grafikont. Itt látható az, hogy mennyi az emberek, van egyrészt életbiztosítás, és a kék mező majd, vagy a kék vonal, amit érdemes most ezen esetben néznünk, a kiegészítő nyugdíj megtakarítási tartalékoknak az értéke, mértéke. Hát látják Hollandiát, a legfelső oszlopot, ahol akkor a kék rész, és akkor ugye hát sajnos mostában nagyon sok grafikont látunk, ami már az utolsók vagyunk, ez sem különbözik ettől. Szinte láthatatlan a kék rész, vagyis az, hogy mennyi általában az emberek nyugdíj megtakarítása. Miért vagyunk ennyire lemaradva, és miért nincs benne a gondolkodásunkban az öngondoskodás, mikor azt pontosan tudjuk, hogy hát milyen nyugdíjra számíthatunk nagyjából? Valóban egyébként nem állunk jól ebben a dologban. Igen, mi magunk is elég keveset teszünk félre nyugdíjas éveinkre, ennek nehéz megtalálni a pszichológiai magyarázatát, de az biztos, hogy azok az országok, amelyek érdemben jobb helyzetben vannak, azok valamelyest más rendszert is működtetnek. Jellemzően ott az öngondoskodás mellé mondjuk úgy a munkáltató oldaláról is érkeznek érdemi befizetések, amelyeket mondjuk úgy támogatnak az adott országban, valamilyen adókedvezménnyel vagy más formában, és ez mondjuk érdemi segítséget jelentett ahhoz, hogy tényleg egy jelentősebb összeg összegyűjjön ezeken a számlákon. De azt hozzátenem, hogy valóban úgy önmagában a magyar befizetések, mint magánbefizetések sem túl jelentősek. Ettől függetlenül is. És ugye azért volt nálunk, amit pontosan így hívtak, hogy kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer, ami ugye nagyon jó adózási feltételek mellett lehetett igénybe menni, aztán ugye ezt megszüntették, de hát ez ma már a történelem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, viszonthallásra. Én köszönöm, viszonthallásra. Itt azért, amilyen szempontokat ezekben az utolsó beszélgetésekben hallottak, mindenkinek érdemes rajta elgondolkodni. Egyébként pedig mindenkinek nagyon-nagyon szép estét kívánok, örülök, hogyha ma is velünk tartottak, viszontlátásra, szép estét!